Feltétlenül figyelmet érdemel Szaúd-Arábia, nem csak amiatt, mert óriási olajtermelő, óriási kihatással rendelkezik az egész Közel-Keleten, hanem amiatt, mint ahogy a kérdés is sugallja, hogy van gyakorlatilag egy olyan helyettes koronaherceg és egyben védelmi miniszter, jelenleg a szaúdi uralkodóházban, illetve kormányzatban, akit még a német hírszerzési jelentések is egy elszabadult hajóágyúként írnak le egy forrófejű aranyifjúnak. Hogyan, mi ennek a dinamikája? Ugye tavaly januárban meghal az uralkodó, bejön az új uralkodó, és megszakítva a hagyományokat nem feltétlenül az idősebb fiából csinál kor szerint kinevezéseket, hanem az unokaöccsét nevezi ki koronahercegnek, és az egyik fiát, nem is a legidősebbet, nevezi ki helyettes koronahercegnek. Na most őt kéri föl a jelenlegi 29-30 év körüli honvédelmi minisztert, hogy dolgozzon ki egy tervet a régióra vonatkozóan, és a forrófejű fiatalember ezt a maga lendületével meg is teszi, és azt látjuk, hogy tavaly tavasszal beavatkozik Jemenben, ahol már 10 000 halott a nagyszerű, idézőjelben nagyszerű, egyébként rendkívül ostobán kivitelezett beavatkozás eredménye. Nemzetközileg legalábbis nyugaton megrendül és megrendülőben van Szaúd-Arábia megítélése ennek következtében, mind az Európai Parlamentben, mind Londonban fegyverembargót követelnek a jemeni vérengzés miatt, ahol gyakorlatilag hetenként látunk civil célpontok, iskolák elleni támadásokat. És nagyon fontos kiemelni azt, hogy kialakul egy olyan dinamika Szaúd-Arábiában, mint az 1980-as évek végén Szovjetunióban. Miről beszélünk? Kifut egy olyan modell az 1980-as évek végére Szovjetunióban, amikor már se hátra, se előre elaggott vezetők, az idő már régen túllépett a rendszeren, beállnak, illetve esnek az olajárak. És akkor jön egy vezető, akit Gorbacsovnak hívnak, és ő maga meghirdeti a maga glasnost és perestroika című programját. Sokat cittuk már ezt a koronaherceget, helyettest, tegyük még hozzá, hogy ő is, amellett, hogy mindenfajta fegyveres kalandokba bocsátkozik, ő is letesz egy perestroika programot az asztalra, úgy hívják, hogy Vision 2030, vagyis 2030-as vízió, ahol ő a szovjet rendszerhez hasonlóan, de szintén egy feudális rendszert próbál hirtelen megreformálni az államigazgatás, az állam vízfejének csökkentésével, teljesen megkavarva azokat a törzsi hatalmi egyensúlyokat, amik itt gyakorlatilag 1923 óta kialakultak, mióta létrejött Szaúd-Arábia, és nem pontosan tudjuk, hogy nem lesz ugyanaz a vége egy állam összeomlás, mint annak idején a Szovjetunió esetében. Nagyon komoly turbulenciákra számíthatunk a térségben, hogyha megrendül a királyi család. Ahogy az amerikaiak is már kidolgoztak egy vészforgatókönyvet Szaúd-Arábiára, abból azt látjuk, és szerintem alá lehet írni ezt a forgatókönyvet, hogy
beszabadulna a részbe az iszlám állam. Tehát a dzsihadisták vehetnék át a hatalmat. Tehát Riadnak is megvan erre vonatkozóan természetesen a B-terve, hogyha komoly destabilizáció van, akkor a pakisztáni hadsereg vonul be, és védi meg a szent helyeket, Mekkát és Medinát. De tudjuk azt, hogy látjuk azt, hogy hol vezet egy állam megrendülése a térségben. Irak, Szíria esetében már pontosan látjuk, hogy beláthatatlan következmények vannak, elképesztő turbulenciák lehetnek a világ pénzpiacaira is. Tehát nem felejtsük el, alig pár nappal vagyunk a 9-11 évforduló után, nyíltan befenyegette Riad Washingtont, hogyha kihoznak egy olyan jelentést, hogy a szeptember 11-ben milyen szaudi központi szerep volt, akkor ők esetleg megmozdítják a 750 milliárd dolláros amerikai államkötvény és egyéb tulajdonukat, és esetleg ez annyira nem lenne jó, most így a választási kampányban egy ilyen kis pénzügyi megborulás Hillary Clinton kampányának, tehát hirtelen el lett sikálva ez a történet.